Na hát, mi itt az adás előtt, illetve a főcím alatt már elkezdtük. Beszéltünk arról, kit fognak kirúgni, ha kirúgják, akkor aki a helyet jön az, vagy kit fog hozni, és sok egyéb érdekességről. Nyilván ezt meg kibontjuk itt a kezdőkörben. Jó estét kívánunk, gyorsan be is mutatom mai vendégeinket. Itt van velünk Somos Zoltán. Jó estét, Zoli. Sziasztok. Farkas Szilárd. Jó estét. És gyakorlatilag oszlopunk, így már mondhatva, így van, így van, Horog László. Lacira szervezhetnénk turista csoportokat, tehát ebben az egy hétben két adás között itt ülne, jönnének a diákok, megmutatnánk, és itt van a Fehérvári és Országos Újságírás Intézménye. Na hát most ugye abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ugye minden csapatunk, ugye a négy kiemelt, akikkel kiemelten szoktunk foglalkozni, ugye mind elkezdték. Sőt, hát ugye a Vidi már nagyon-nagyon benne van, de akkor kezdjük talán pont velük, akik hát a pontokat többes számban az utóbbi időben nem gyűjtik, a döntetleneket. Ugye egyetlen egy vereség, tehát hogyha innét nézzük, akkor nem olyan rossz. Talán továbbra is érvényes az, amit a Laci mondott, vagy múlt héten, vagy két hete, hogy itt nyerni kell, megtanulni. Hát biztos, azért ez a nem olyan rossz, ez szerintem ott, ahol van 7 forduló, 21 megszerezhető pont, és jelenleg 10 van a csapat neve mellett, tehát 50%-os sem. Én az egyvereségre mondtam, hogy az hát, igen, nem olyan igen, rossz. Igen, ez való igaz, és lehetne rosszabb ennél, de azt gondolom, hogy a Magyar Bajnokság 7. helyén állva 50% alatti teljesítménnyel, az mondjuk ebben a mezőnyben ettől a csapattól nem elfogadható, de megint lehet persze hozni a relativizáló dolgokat. Tényleg nagyon sok a sérült, sok a beteg, kevés a csere lehetőség. Azért egy Ferencvárossal, Puskás Akadémiával, tehát az előző szezon két első helyezettjével játszott a Vidi. Nem tudom, nekem még mindig egy kicsit sok, hogy úgy kell gondolni erre a csapatra, mint aki nem biztos, hogy nyerni fog ilyen meccseken, még a Fradi ellen hagyján. De egy Puskás Akadémia ellen úgy, hogy én ugyanezt a mérkőzést nem láttam, csak olvastam, hogy gyakorlatilag az első félidő végén tényleg örülni kellett, hogy nem vezet az ellenfél. Szóval ez a kommunikációs szakember legyen, aki ilyenkor felkészíti az edzőt, hogy őszintén nyilatkozz úgy, hogy tulajdonképpen minden oké, okay, és büszke vagyok a fiúkra. Igen, hogyha a végén majd az lesz, hogy sok-sok győzelem, most nem tudom hirtelen kiszámolni, de 4 döntetlen, 1 vereség, akkor majd nem mondunk semmit, de ez tényleg az kell, ami az alapfelvetés volt, hogy folyamatosan nyerjünk. Gondolkodtam ezen, hogy van 3 pályakezdő edző, tehát Émia Szavics, hogy jó scoutol, nagyon jó dolgozott Franco Foda mellett, de első számú vezető lett. Torgyele Sanyi, Juhász Roli, akik a futballistaként kiválóak voltak, gyakorlatilag Roli legenda, a Sanyi is hagyott itt azért emlékeket, de az biztos, hogy lehet, hogy a szakmai stábba kellett volna beültetni egy olyan idős, rutinos embert, aki biztos, hogy nem tör az edző helyére, de adott élethelyzetekben mond valamit, amit esetleg ők a koruknál fogva, vagy a tapasztalatlanságunknak fogva nem érzékelnek. Az elmúlt néhány napban gondolkodtam ezen, hogy lehet, hogy ebbe a felállásban is van ennyi hibapont tényleg, hogy biztosan értenek hozzá, de ez most a videóton a Szabi Csimi számára is egy különös kihívás, tehát egy ilyen csapathoz kerül, ami az európai porondon is szeretné megmutatni magát és sikeres is lenni. Tehát itt ebben látok olyasfajta rizikofaktort, hogy az a fajta rutin hiányzik egy meccs szituációba, amikor egy 30-40 éve a pályán levő edző talán jobban tudja a megoldást. Hát nem ez egy Gyuri bácsi, csak most volt 80, ugye a héten ünnepeltük a születésnapját, Isten éltesse, és... Két hete, igen, még emlékszem, hogy talán még itt is beszéltünk róla, de hát ezt nyilván poénnak szánom, mert azért szerintem ő már nem az, aki ebbe szerepet vállalna. Jó, hát ez egy jó felvetés amúgy, persze. Hát látunk... szóval jó, hát persze. Majd mi mondjuk, Laci, jó? De láttunk már olyat azért, hogy berúgja valaki az ajtót, és hirtelen mondjuk letesz egy olyan eredménysort. A Szabics Imrét is, mint nyugati bajnokságokat megjárt játékost, mint magyar válogatott labdarúgót, mint edzőként komoly mester mellett pallírozott, tehát akár be is jöhetne. Nem mondhatjuk azt, hogy nulla kilométeresként dobták be. Ha Juhászról itt nevezték volna ki nyáron, akkor lenne körülbelül ez a helyzet, hogy tényleg fogalmat se lehet róla, hogy mire képes. Nem tudom, ez hosszabb távon nyilván ki fog derülni. Van ugye viszonyítási pont itt az elmúlt években. Szabicssal szemben szerintem az elvárás volt szerintem nagyon magas, hogy valahol szerintem őt ilyen, ugye van egy Dárdai Palink, aki tényleg gyakorlatilag mindenek felett áll a magyar labdarúgásban a jelen pillanatban, és tényleg lehet látni és érezni minden megnyilvánulásában,
hogy jóval jobban ért a labdarúgáshoz, mint bármelyik itthoni edző vagy szakértő. Nem megbántam őket, de hát tényleg gyakorlatilag paliként szívta magába a labdarúgást. Ugye van Lőv Zsoltunk, aki hát ugye gyakorlatilag Bajnokok Ligája győztes pályaedző, ami szintén nem kis dolog, ráadásul ugye Paris Saint-Germainből mentek ugye a Chelsea-be, tehát hogy és valahol itt a harmadik helyen éreztem én rangsorolni Szabics Imrét, és ez a fajta rangsorolás, ez egy ilyen baromi nagy elvárás. Én magam is így voltam vele, hogy majd jön a Szabics, és majd látunk valami újat a pályán, akár már tavasszal, de a nyáron egészen biztos, akár az igazolások tekintetében. És nem lehet azt mondani, én nem mondanám azt, hogy egyelőre kudarc Szabics fehérvári szerepvállalása, de ha a kettőt egymás mellé tesszük, az elvárást, amivel szerintem ide érkezett, és a teljesítményt, akkor ez a kettő áll egymástól nagyon messze. Teszem hozzá a zárójelbe, hogy az elvárás az pedig tényleg nem biztos, hogy realisztikus volt annak tükrében, hogy tényleg eddig Foda mellett volt másodedző az osztrák válogatottnál. Laci véleménye abban az kérdésben érdekelne, hogy ő úgy tudom azért jóba van Lőv Zsolttal, nyilván szakmai múlt kifolyólag meg... Nem, Lőv Zsolt van jóba Horog Lászlóval. Igen, igen. Lényeg nyilván a párbeszéd, gondolom, hogy azért erről is beszéltek, hogy nyilván nem lehet az ő szakmai érdemeit elvitatni. Egészen biztos, hogy egy olyan kaliberű csapatban, amilyen a Paris Saint-Germain vagy a Chelsea, óriási feladata van egy edzőnek, akkor is, ha nem ő a vezető edző. De hogy ugyanakkor ő megfontolásból, anyagi okból, kényelemből miért nem vállal például ezzel a Szabicsénál már sokkal veretesebb múlttal és tapasztalattal vezetőedzői állást, mondjuk egy magyar bajnokságban, ahol nincs akkora kockázat azért, mint hogyha mondjuk a német vagy a francia bajnokságba tenné. Ez egy jó kérdés. Én becsülöm Szabicsot, hogy ő ezt elvállalta. Nagyon tuti állása volt. Osztrák válogatottat egy EB előtt hagyta ott. Nyilván az osztrák bajnokságban is lett volna lehetősége. Tehát ő vállalta ezt a megmérettet, és Lőv valamiért egyelőre ezen hezitált. Beszéltetek erről, hogy ő benne komolyan, mert biztos vagyok benne, hogy felkérése van. Hát ha más nem igen. Magyarországról, igen. Igen, volt két Bundesliga ajánlata. Ő azt mondta, hogy nem biztos, hogy ezt nekem még el kell vállalnom. Tehát annyit mondott, hogy ő túl sok rizikót érez ebbe, és azt mondta, hogy szerintem én erre még nem feltétlenül állok készen. De ugyanezt mondtam el Bódog Tamásnak annak idején, aki a Mainz B csapatának volt a másodedzője, amikor hívta a Diós Győr, nagyon nehéz helyzetben, és mondtam, aztán utána volt neki a videóton is, meg is egyeztek, úgy volt, hogy pakol, és aztán úgy döntött a tulajdonos, hogy nem rábízza a csapatot. A Bódog Tamás is azt mondta, hogy ha nem vállalom el a Diós Győrt, soha nem fog kiderülni, hogy alkalmas vagyok rá, vagy sem. A Meze Gyurinál ő végezte a hátsó alakzat taktikai feladatait, tehát ő a védekezést állította össze. Egy Czorniker nevű parinál volt másodedző a Brøndbybe, aztán Bundesligában abba a Lipcsébe, ami aztán a harmadosztályból indult el. Szintén együtt dolgoztak, harmadosztály, másodosztály, az évvonalban már nem ők mentek, aztán elmentek Dániába. De a Bódog is azt mondta, hogy meg kell próbáljam, hogy megtudjam, hogy tényleg meg tudnám-e csinálni. Ezért becsülöm, és aztán hogy milyen edző, az még talán mindig nem derült ki, mert három csapatot bent tartott az élvonalban, de nem volt egyszerű, és aztán a hosszú távú építkezést nem tudta elkezdeni. Lőv is azt mondta, hogy az a csapat, aki hívta volna, a Hoffenheim volt az első, roppan nehéz helyzetben volt akkor. És nyilván őt sem az élvonalba igyekvő Wolfsburg hívta, vagy a Mönchengladbach, hanem egy olyan csapat, nem volt minden rendben. És ő azt mondta, hogy tulajdonképpen Londonba lehet élni, Párizsba lehet élni, a világ legjobbjainak tart edzést. És érdekesnek találom ott a változást, hiszen én úgy éreztem, hogy Tuchelnek nem ő az első számú embere, jót eleve többen vannak a pad körül, de én amikor figyeltem, hogy a taktikát nem a Zsolttal beszélte, de most már olyan érzéseim vannak, hogy vele beszéli meg, de az biztos, hogy felkészültségre a Thomas Tuchel a világ top 5 edzőinek az egyike, de lehetséges, mint ahol volt ez a BL döntő, ahol a City játékos állománya jobb volt, mint a Chelsea. Simán háromban van. És én úgy gondolom, és már Szalai is azt mondta, Szalai Ádám, hogy külföldön a Bundesligában az edzői felkészültség az nem csak 40%, hanem a hozzá tud tenni az edző, és azt mondta, ő is azt mondta Mainzban, hogy
Tuchel egészen elképesztő. Nem véletlenül harcolt érte a Dortmund, és aztán most is tényleg a legjobb csapatoknál dolgozik. Itt a BL döntő előtt is voltam itt vendég, és én is azt mondtam, hogy amennyiben... Itt ilyen vendég vagy. Házigazdaként fogadtatok. Egyszer de... összerakunk egy adást csak a Lacinak szánt vörös szőnyekből. És eddig hol voltak? De az biztos, hogy, hogy mondom, nagyon sokat tud hozzátenni, és a Löw azt hiszem, hogy ha még tanulni akar, akkor a legjobb helyen van ilyen tekintetben. Ez igaz, csak amit te is mondasz, hogy Boldog azt tudta mondani, hogy nem derül ki, ha nem csinálom. És elment egy Diósgyőrhöz, meg elment egy magyar bajnokság kieső jelöltjéhez. Szerintem ez becsülendő, mint ahogy egyébként nem lehet de, nyilván de szerintem nem volt, szerintem az is becsülendő, hogyha valaki fölméri azt, mert lehet, hogy Löw Zsolt nem. Tehát azért vannak olyan másodedzők, akik elképesztően magas szintű másodedzők, és rengeteget tudnak hozzátenni a csapat eredményességéhez. Ilyen volt szerintem például Carlos Queiroz, ugye Sir Alex Ferguson mellett. Hova most Carlos Queiroz? Tehát, hogy, biztos, hogy ő elment, kipróbálta, megbukott itt, megbukott ott, és kiderült szerintem, hogy ő nem, tehát, hogy sokkal magasabb polcon van másodedzőként, mint hogy menedzserként, vagy tényleg vezetőedzőként nevezzék akárhogy. Nyilván, hogy ezt tudjuk látni, akárhogy. Pontosan kéne tudni, hogy megy a munka, és mi a megosztás, és ki miért felel. Lehet ezt olyan oldalról is nézni egyébként, hogy Löw Zsolt szerintem az égvilágon semmit nem kockáztatna, ha jelen pillanatban elvállalna egy vezetőedzői posztot, akár a Bundesligában, hiszen az ő reputációjával, azzal, ami már mögötte van, ha ne adj Isten nem jön össze, még mindig lehet másodedző akárhol. Valószínűleg jó csapatoknál is. Ha meg kiderül, hogy igen, akkor pedig nyilván egy új pálya nyílik meg előtte. Dárdai például ezért is lehet becsülni, és talán ő az, akire mondhatjuk, hogy maximálisan bejött neki. Ő egy utánpótlás edzőből, amire mindig hangsúlyozza, hogy ő az, neki az a családja, oda bármikor visszamehet, elvállalta, amikor a Hertha kiemelte. Nem bukott meg, azóta se látványosan, nem fog máshol dolgozni szerintem, vagy legalábbis nem reális jelenleg, hogy máshol dolgozzon vezetőedzőként Németországban. És még mindig mondhatja azt, hogy kérem, hogyha nekem azt mondják, hogy nem velem, akkor visszamegyek és edzem az U15-öt, meg a 16-ot, de megpróbálta is, és letett valamit az asztalra, Löw is megpróbálta nyugodtan. Persze nyilván azt is lehet respektálni, hogy azt mondja, hogy egy Thomas Tuchelnél jobb helyen nem lehet. Hát jó, csak az megint egy kérdés, mert nyilván, ha ő most kiszállt Tuchel szakmai stábjába, és azt mondja, hogy elmegyek a Hoffenheimbe, vagy a Mainzhoz, vagy ne adj Isten ide Magyarországra a Kisvárdához, akkor, és azt mondja, hogy figyelj, nem működik, akkor két év múlva lesz továbbra is helye Tuchel stábjában, mert hogy oda nyilván, ahonnét ő kiesett, oda keresnek egy embert. Ha nem abban a stábban máshol, azért egy BL győztes, meg BL döntős másodedző, és itt a másod ne felejtsd, az nyilván nem egy... Ne felejtsd, de viszont magyar. Tehát, hogy lehet, hogy ezt egy német, egy olasz, még egy szerb, meg egy horvát is meg tudja csinálni, de ugye sokszor beszéltünk arról, hogy ugyanazon a nagyjából ugyanazon a képességekkel rendelkező magyar utánpótlás játékosért egyáltalán nem kapkodnak, miközben a horvátot meg elviszik. Igen, de edzőként ő nem magyar. Tehát ő nem Magyarországon tanult a szakmát, nem Magyarországon edződött. Ő edzőként ugyanúgy van, ahogy most nem tudok hirtelen példát mondani, játékost, aki mondjuk Szalai Ádám. Tehát Szalai Ádám játékosként nem magyar, mert soha nem Magyarországhoz kötődött ő igazi karrierje során. Tehát ő mondjuk a Löw Zsolt egy Bundesliga másodedzőként kell szerintem jelen pillanatban rá tekinteni, mondom egy olyan reputációval, amihez hasonló azért keveseknek van. Érdekes, Szalai Ádám, a Löw Zsolt még a német harmadosztályban játszott, a Hoffenheim 4500-as is kalónak volt, a 11000-es stadionja, a Dietmar Hopp, megépítette a saját stadionját, elnevezte magáról, és akkor egy harmadosztályból felfelé igyekvő csapat, Löw Zsolt kezdőember a harmadosztályban és a Stuttgart B-vel játszottak, ahol egy eddig érő hajú a 84. percben egy magyar Szalai nevű fiú jött csereként, és azt ő volt Szalai Ádám, és akkor két évvel később elment a Real Madrid B-be a Castillába, és aztán elindult a karrierje, de alig hihető, hogy utána ő milyen karriert futott be. Tehát ilyenkor, amikor a magyar válogatottban nem játszik Szalai, akkor döbbenek rá, hogy mekkora szükség van rá valójában, mert nincs olyan játékos, akire így föl lehetne rúgni a labdát, de visszatérve erre a, még tényleg erre a Löw jelenségre, azért, ha én úgy gondolom, hogy tehát fölébredtem mondjuk a Eiffel torony mellett kávéztam délelőtt, és utána edzést tartottam Mbappénak vagy Neymarnak. Most is azért egy Chelsea-nél. És le fogod szólni Kisvárdát, érzem. Bemenni úgy a klubházba, hogy világsztárak csak a posztereken, és szintén itt második ember vagyok a szakmai stábban, és a Bundesligában ő kezdő edzőként körülbelül az ötödét tudná keresni reálisan. Tehát
Itt szerintem valójában tényleg az a kérdés Löw esetében, hogy akarja-e, tartja-e magát erre alkalmasnak és erre képesnek. Illetve, hogy megjön-e az az ajánlat. Igen, ilyen, nyilván, de most nem biztos, hogy Tuchel mellől majd elviszi a Dortmund, vagy a Wolfsburg, vagy tehát egy ilyen élcsapat, vagy élcsapat közeli. Ő gondolkodott ezen egyébként, amikor a Chelsea-ben illetőleg a Paris Saint-Germain-nél összekülönböztek a tulajdonossal, hogy külön úton jár. De azt mondta, hogy annyira korán jött ez az ajánlat a Chelsea-től, hogy nem nagyon volt idejük gondolkodni. Tehát talán másfél-két hét telt el, és ott volt rögtön egy lehetőség, hogy BL-t lehet nyerni, és nyertek is. Tehát ő azt mondta, mielőtt elkezdett volna sodródni egy másik irányba, már rögtön ott volt egy olyan feladat, amire igazából azt mondom, hogy a világon 10-ből 10 edző vár. És ott volt rögtön annak a stábnak a második posztján. Szilárd, akartál még ezelőtt valamit mondani? Csak még visszakanyarodva, ugye most elmentünk az edzői vonal felé, de a videóhoz kapcsolódva ugye azt is nézni kell szerintem, hogy mekkora a játékosok felelőssége abban, hogy nem jönnek az eredmények. A játékosok felelőssége pedig nyilván az edző felelőssége valahol, de annyit kulisszatitkot talán elárulhatunk a vidős időszakomról, hogy én beszélgetem játékosokkal egy nehezebb időszakban, és nagyon sokszor volt olyan, hogy megkérdeztem, hogy hát mi a gond, hát focizni nem felejtettetek el a múlt hét óta, amikor mondjuk 5-0-ás siker volt, és most meg vereség van például, és azt mondták, hogy hát nem, de nem tudjuk, hogy mi a baj. Na most ez egy edzői felelősség nyilvánvaló, amit meg kell oldani, de megoldást kell szállítani, vagy öltözői hangulat. Olyan is volt, hogy a srácok bezárkóztak hermetikusan, és egy meccs után egy órán keresztül beszéltek, de csak ők, és akkor a stábtagokat, az edzői stábtagokat sem engedték be. Tehát amikor nem megy, és amikor ilyen, mondhatjuk talán, hogy huzamos ideje nem sikerül most már nyerni, vagy sokat döntetlen, vagy az utolsó helyzet tényleg nem megy be, mert ugye az edző megmondja, szerintem legalábbis ugye a nagykönyv alapján, hogy hogyan alakítsa ki a csapat vagy a játékosok a helyzetet, de azt a helyzetet azt a játékosnak kell berúgni, és ez már fejben dől el. Ez megint egy más téma nyilván, de itt előjön a játékosok. Hát tényleg, ma már egyébként annyi statisztikai mutató van, például az XG mutató, hogy ebből pontosan lehet látni, nyilván a vidén is megvannak ezek, hogy egyébként a csapat eljut a gól helyzetig, és azokat nem rúgja be. Vagy el se jut, és egyébként mondjuk gólhelyzet nélkül rúgni, ha gólokat. Ez nagyon jó téma egyébként. Most a 24.hu-nak a focis podcastjén két videó elemzővel beszélgettek, köztük Késeri Gáborral, aki ugye itt van a Vidinél, és talán mondhatjuk, hogy az ország két legelismertebb ilyen videó elemzője, válogatottnál is dolgoztak, és ők mondták, hogy az ő munkájuk az annyit ér, amennyire a vezetőedző számít rá. Tehát pontosan tudjuk, hogy ma nem arról van szó, hogy egy ellenfélből felkészülni, hanem arról van szó, hogy mondjuk a meccs első 20 perce alapján szünetre komplett anyagot összeállítani abból, hogy egy ellenfél hol támadható, hol gyenge, min kell változtatni. Tehát komplett meccselés zajlik az alatt a 15 perc alatt, mondjuk, amíg a szünet tart. Ehhez egy videóelemző legalább olyan fontos, mint a vezetőedző, illetve a kettőnek a munkája. És itt jön a kommunikáció, ami nagyon érdekes dolog, mert ha megnézitek a legnagyobb edzőket, azt látjuk, hogy kifelé nagyon nem szívesen kommunikálnak. Dárdai volt egy olyan kivétel, akinek élmény volt hallgatni gyakorlatilag minden szavát, aki kicsit nyitottabb is volt, akár adott esetben kulisszatitkokat is beszélt, és azt gondolom, hogy az ő egyik ereje pont ebben a kommunikációs készségben rejlik. Lehet, hogy Thomas Tuchelé nem. Azt gondolom, hogy egy akkora koponya valószínűleg mindent tud a futballról, de lehet, hogy valaki más adja át azt a játékosoknak, vagy közvetíti szakmai részét, a pedagógiai más kérdés. Én itt érzek Szabics Imrében egy kis, hogy mondjam, gyengeséget, hogy talán ez a kommunikációs része nem elég erős neki. Lehet, hogy egyébként nagyon sok van a fejében a fociról, az is lehet, hogy jól veszi igénybe az elemzők segítségét, hiszen ő is ezt is nyugaton tanulta. Lehet, hogy itt jönne Juhász Rolinak a szerepe adott esetben megtalálni a hangot, közvetíteni, tehát nem nagyon látjuk bele ezekbe a mélységekbe. Az biztos, a kiinduló ponthoz visszatérve, hogy szerintem ez a hét fordul, ez alapvetően azért csalódás, azért ezek közt a döntetlenek közt a legnagyobb része olyan, ami nem lehetett, tehát amit meg kellett volna nyerni, Zalaegerszeg ellen, nem tudom én, Mezőkövesden 94. percben kapott góllal, és összességében most már tényleg el kellene kezdeni nyerni ezeket a meccseket. Hát el kell kezdeni, és el kéne kezdeni a kosarasoknak is akkor. Hát győzelemmel kezdtek. Győzelemmel kezdtünk, így van, de aztán jött ez a Falkó. Azért hazai pályán még a Falkótól is sok ez a mínusz 30 plusz. Talán az a kérdés, hogy most a Falkó volt ennyire jó, vagy mi volt? De, hát azt ne felejtsük el, hogy ez az első számú irányító nélkül lépett. Nélkül, így van. Pályára a csapat, de első számú irányító nélkül tudott nyerni Pakson, ahova azért szintén nem nyerni járunk.
Hát Laci, te láttad, te láttad ezt a mérkőzést. Pakson igazából ott a Vojvoda nagyszerűen megoldotta a kettő szerepkört, hogy ha kell irányít, ha kell hátvédet játszik, ott Pongó is jól játszott, ezen a meccsen talán kevésbé, de Falkó, itt az adás előtt beszéltünk, hogy én azt mondtam, hogy szerintem nem emlékszem ennyire erős keretre a magyar bajnokságban, még a Zoli rögtön válaszolta az ezredforduló nagyon erős Albájára, ami valóban egyébként egy félelmetesen erős csapat volt, de ott az nem derülhetett ki, hogy nemzetközi szinten mit értek volna el. Nem voltak háromszor egymás után komoly nemzetközi sorozatban, de az biztos, hogy ebbe a Falkóba azért van három olyan játékos legalább, mint nálunk a Vojvoda, aki egy extra klasszis a magyar mezőnyben. És én úgy gondolom, ez a taktika, amit az edző kitalált, ez az azonnali visszatámadás, Carlos Frádénál ezt már próbálta az Alba is, hogy űzzük az ellenfelet. Gyengébe lefele kell megy, de ez pokoli erőlét kell, és egy nagyon, nagyon stabil, állandó együttes, és így az irányító kiesésével ez az állandóság azért ez megbicsaklott egy picit. Az biztos, hogy szorosabbra gondoltam. Többen kérdezték, hogy mi lesz így, hogy nyert Szekszárdon az Alba a Paks ellen. Egy kimondotta jó meccsen, de az egy lényegesen gyengébb Paks, mint a Falkó. Ott 18 triplát dobtunk? Most eladtunk 18 labdát, ott közel 18 triplát dobtunk, meg ott voltak extra teljesítmények, meg ott a végén bejött minden. De az biztos, hogy én nagyon szorosnak gondoltam ezt a Falkót, úgy gondoltam, hogy bárhova billenhet. Picit a Falkót erősebbnek gondoltam, de itt az első 4 perc kivételével itt nem volt kérdés. Tehát ott a padról is nagyon komoly játékosok jöttek be, és ez a Falkó ez keresztmetszetre erősebb. Tehát úgy gondolom, a Falkó most 20 ponttal bárkinél bárhol jobb. Igen, nyilván fájó, mert én nem nagyon emlékszem azért most már az elmúlt 20 sok évből 30 pontos hazai zakóra, szerintem 3-nál több nem is volt. Egy Alba azért nem szokott itthon így kikapni. Az más kérdés, hogy van egy meccsnek egy lélektana, itt 13 pont hátrányban voltál az első negyed végén, és az egész meccs arról szólt, hogy ezt a Falkó gyakorlatilag simán tudja tartani. És akkor vagy az van az utolsó negyedben, hogy akkor az Alba azt mondja, na most oda megyek, ütök, vágok, és akkor a végén kikapok 13-mal, és akkor harcoltam körömszakadtáig. Nem ez volt a lélektani dramaturgia, elengedték valószínűleg a végén a fiúk, tényleg ilyenkor, mikor már összeesik egy csapat, és akkor az ellenfél meg ilyen könnyű kosarakból rárakja a plusz még tizet. De visszatérve a Falkó erejére, azt azért látni kell, hogy ha ők csak a magyarjaikkal felállnának, úgyhogy mondjuk a Váradi irányít, a Perl, a Hátvéd, a Benke, a Bedobó, a Keller, a négyes és a Golomán az ötös, ez öt olyan magyar játékos, hogy a magyar válogatott föl fog így állni szerintem. Hát ezt mondta egyébként a meccs előtt egy is, ugye az Alba edzője, olyan, mint hogyha a magyar válogatott ellen kell játszani. Ilyen a hatodik ember is. És akkor ehhez jönnek majd a légiósok, amiből nekik jelenleg csak kettő van talán, tehát még bőven akár három légióst igazolhatnak, ez egy Bajnokok Ligájára összegyűrt keret. Laci felvetéséhez azt gondolom, hogy annak idején az az Alba például, amelyik 2000-ben nyerte a bajnokságot, és csak a center szekció úgy nézett ki, hogy visszajött Dávid Kornél, volt egy Bojan Lapov, volt a Polster, aki ugye ilyen gyakorlatilag töltelék emberként, és akkor ott volt Chad McLendon. Tehát ez csak centerben volt négy olyan játékosod, amelyet ha elosztasz, a négy legerősebb magyar csapat első számú centere lehetett volna bármelyik. Előtte volt Mehoni, akit elhoztak szezon közben, ugye az előző szezonban, az óriás, aki... A következő szezonban volt ő. Nem, az előző szezonban volt, 99-ben, mikor épp a Falkóval döntöztünk. Ő volt egy olyan játékos, hogy 2 méter, nem tudom én, 15, feldönthetetlen, iszonyat test, és közben olyan keze volt, mint egy bedobónak, iszonyatosan finom. Tehát látni kell az anyagi összefüggéseket, az ezred fordulón az Alba Komp volt a magyar mezőny legtehetősebb csapata, amelyik Dávid Kornélt 4-5 szezonon keresztül itt tudta tartani, úgyhogy mondjuk a Chicago Bullsból ide tért vissza, aki egy Ham Rolandot tudott, Robert Shannont, az NBA múltal rendelkező Lance Blankset. Ezek akkor, amikor mondjuk két légiós lehetett egy csapatban, ugyanolyan erős keret volt, mint most a Falkóé. Most a Falkónál van ez az ütőkártya. Szóval nem azzal van a baj, hogy ezből a Falkótól kikaptunk. Szerintem az összképet tekintve én azt gondolom, hogy egy kicsit a mindig kitűzött célt, a négybe kerülést úgy érzem, hogy erősen küzdeni kell érte. De tudjuk, hogy ilyenkor azért szeptember végén még nem lehet erőviszonyokról beszélni. Többi csapatot sem ismerjük, lesznek változások, úgyhogy hát ez egy csúnyán sikerült meccs volt, ennyi. De az, hogy a Falkó ennyire erős, és tényleg itt most kipofozott minket itthon sajnos,
És ahogy tényleg azt a sort, amit fölvezettél, ugye ezt a gyakorlatilag tiszta magyar válogatott sort, meg csak két légiósuk van, tehát még akkor hozhatnak, gyakorlatilag picit ilyen, nekem ilyen el is döntötté teszi azt a kérdést, hogy ki lesz akkor idén a bajnok. Vagy lehet úgy cserélni közben, de hát az meg nagyon lutri. Nézd, hát 3 éve nyerik folyamatosan a bajnokságot, nem véletlenül nyilván, egy kosárlabda bajnokság döntő ugye úgy van felépítve, hogy nyerni kell 3 meccset, tehát egy-egy meccsen el lehet kapni egy favoritot mondjuk egy hasonló erejű csapatnak, mert még csak azért azt sem mondom, hogy a gyengébb meg tudja verni az erőset, de egy hasonló, biztos, hogy ők a top favoritok. Tehát ott, ahol légiósokat a mezőny nagy része tényleg, mint az alsó neműt cserélgeti szezonok köz, szezonban, ők pedig egy állandó maggal, törzsel mennek évek óta, és olyan magyarjaik vannak, amik ebben a rendszerben, ahol pályán kell lennie magyarnak, nagyon kevés a jó magyar kosárlabdázó, 5 válogatottal, hát nem nagyon van miről beszélni. 5 jó légiós nem tud igazolni egy klub. Nekik van 5 légiós képességű magyarjuk, és akkor ehhez igazolnak még majd 3 légiós. Tehát szerintem ez tényleg egyértelmű. Tavaly ott volt a Lake, Washington, nem is emlékszünk rájuk. És olyan érzésem volt a nyáron, hogy tovább erősítették ezt a csapatot, jól átgondoltan, hiszen ott a Szolnoknak volt komoly nyerési esélye. Tehát hogyha ott a centerek 4 faltal, nem 4 faltal rendelkeznek az utolsó előtti meccsen, tehát a 4. meccsen, én akkor úgy éreztem, hogy a Szolnok 2-1 vezetésről azt a meccset be tudta volna húzni. Nem azt mondom, hogy csaltak a bírók, de azt a hazai pályát ott akkor megfújták legalább olyannyira, hogy az Falko azt a meccset megnyerte. Az utolsó meccs pedig átszaladta az addigra elfáradó Szolnokon. Tehát én úgy gondoltam, hogy nagyon szisztematikusan építkeznek tovább, és az igazolások is ennek megfelelően. Tehát én nem gondolnám, hogy ne lennének az elkövetkező években is egyeduralkodók itthon. Itt az Alba kapcsán pedig azt hiszem, hogy a Szolnok lesz még nagyon erős, és a Debrecent érzem hasonlónak, de azt az Albát egy picivel jobbnak gondolom, hogy itt a Debrecent. Tehát az Alba szerintem különösebb gond nélkül 4-ben van, és dobugós is lehet, de azt nehezen tudom elképzelni, hogy a folytatásban is, hogy a Falkónak olyan szintű ellenfele legyen, mint amit szerettünk volna hinni itt a hétvégi meccs előtt. És ugye, ami meglepetés volt, és most megint sportágat váltunk, hogy a kézis hölgyek, ugye az Albafehérvár KC, meglepetésre ugye vereséggel kezdték a Vasas ellen a szezont, aztán jött a Fradi és a Győr, és mindkét csapathoz talán az utóbbi évekhez képest most ott a legjobban fölnőni a csapat. Nyilván sok összetevős a dolog, tehát itt azért nyilván nagyon fontos volt, hogy tényleg tehermentesen tudtak játszani a lányok. Meglátjuk, hogy tényleg, amiről Boris Dvorszak vezetőedzés mindkét meccs után beszélt, hogy oké, rendben van, és örülünk annak, hogy tényleg nagyon közel sikerült maradni mind a Fradihoz, hát legutóbb a Győrhöz, aztán Noplane, és mindkét alkalommal a második félidőt vagy megnyerni, vagy döntetlenre hozni, de hogy majd akkor most már kéne nyerni meccset is. Ugye majd szerdán érdel lépünk pályára. Igen. Ugye ez azért már nem az azért, ott azért lehet és kell is nyerni. Ti hogy látjátok ezt? Tehát, hogy oké, örülünk, mert jól játszott a csapat, meg tényleg a Fradi és a Győr ellen, de hogy Isten igazából ugyanúgy 0 pontot adnak érte. Hát azt lehet szerintem így első ránézésre elmondani, hogy megnézzük az eredményeket, hogy valamilyen szinten azért kiegyenlített a lányoknak a teljesítménye, hiszen ha jól emlékszem, akkor 25 gólt dobtak a Fradi és a Győr ellen is, tehát hogyha csak ezt a statisztikát vesszük alapul, akkor megvan egy kiegyenlített teljesítmény, igaz, hogy vereséggel. A Vasasnak meg 24-et, csak az kevés volt. Igen. Nyilván egészen máshogy hangzik az, ha a Vidinél mondjuk, mert máshogy, hogyha a női kézisekről, hogy el kell kezdeni nyerni, de ettől függetlenül ez jogos, mert ahogy most nyilván a női kézilabdában Európában van mondjuk 5 csapat, amelyik ha 5 góllal kap ki a Győrtől, akkor esetleg mérges lehet, vagy azt mondja, hogy jobb lett volna szorosan. Magyarországon nincs olyan csapat a Fradit leszámítva szerintem, amelyik egy 5 gólos vereség esetén szégyenkeznie kellene. Persze felmerül ilyenkor, hogy a Győr mennyire volt teljes, mennyire tette oda magát, nem volt itt a vezetőedző, mit tudom én, de nem ez volt a lényeg, ugye ott voltam ezen a meccsen, és azt láttam, hogy tényleg bátran játszott a csapat. Tehát nem jött el az a periódus, amikor mondjuk kicsit meglódul az ellenfél, dob gyorsan 4-5 gólt, és akkor ott, mint az Alba, az Falko ellen elengedik a lányok, nem ragaszkodtak hozzá, mentek, kapartak,
és lett belőle egy nagyon tisztes eredmény. Hát valóban, ennek nyilván akkor lesz értéke, hogyha majd a Vasastól sem kapnak ki, illetve hogyha elkezdik most gyűjtögetni a pontokat. Alapvetően szerintem az, amit itt kitűztek maguk elé, hogy mondjuk a tavalyi szereplést tessék felülmúlni, az most még azért megvalósíthatónak látszik. Az, hogy azért lesz az ellenfél, azt szerintem annyiban is jó, hogy most ugye a két top favorit csapattal játszottak, ugye a lányok a Fradival és a Győrrel, most pedig jön az Érd. Hát két ilyen mérkőzés után torony magasan verhetjük őket, én azt gondolom, több góllal. De nyilván azért ebben van egy faktor, de most nem akarom Laurence Lászlót idézni, de hogy azért sok edző mondja azt, hogy azért nagyon-nagyon nehéz, hiszen ilyen csapatot irányítani, ahova bemész reggel, és nem tudod, hogy most éppen kinek vannak. Hát nem is az, hanem kinek vannak olyan jellegű mondjuk egészségügyi dolgai, mondjuk a hölgyek esetében minden hónapban van, és akkor így próbálom ezért. Tehát ez tényleg baromi nehéz, mert eleve ez a három meccs ezt mutatja, hogy elmentél a Vasashoz, egy baromi jó felkészülés után elmentél a Vasashoz, az újonchoz, aki még csak nem is úgy újjonsz, hogy egyébként mit tudom én, igazolt egy első osztályú sort. Persze nem rossz játékosok alkotják a Vasas sem, de azért a papírforma azt mutatta, hogy azért a Vasas vendégeként is illet volna nyerni. Utána meg van két ilyen meccsed, tényleg a Fradi és a Győr ellen, ami tényleg nagyon-nagyon régóta nem volt ilyen. Tehát tudom én, 6-7 évvel ezelőtt remélem, de az még a Népligetben játszott a csapat, amikor ott Nuria Benzának labdája volt az X-hez, és kapufa lett belőle, azóta, meg előttesen emlékszem, hogy ennyire közel lettünk volna ehhez a két csapathoz. Tehát, hogy itt azért nagyon nehéz lesz azt mondani, hogy szerintem, és én összefutottam Balási Jimmyvel, Balási Imrével a klubelnök, és azt mondta, hogy most eljutottunk arra a szintre, hogy gyakorlatilag bárkit meg tudunk venni, Fradi és a Győrt leszámítva, de még ott tartunk, hogy bárkitől kikapunk. És akkor erre mondtam, hogy akkor léptünk előre, mert tavaly még csak az a csapat voltunk, aki képes volt bárkitől kikapni. Igen, bár soha nem így megy neki az ember. Az érdekes azért továbbra is, hogy ezt te is mindig mondod és beszéljük, hogy a kézicsarnok hangulata az azért nagyon hiányzik. Tehát tök aranyosak eljöttek a Fradival is, meg a Győrrel is a nyugdíjas ultrák. És hát gyakorlatilag ugye belakták és bekiabálták a csarnokat. Ettől volt meccs hangulat. És a fehérvári közönség pedig ilyen nagyon udvariasan, kedvesen... Ez Bence nevében, ugye Ócska Zsuzsa gyermeke nevében kikérem magamnak, mert egyébként ő elképesztően jól dobolt ott. És egyébként ez mutatja meg, hogy akusztikailag nagyon rendben van a közfilmcsarnok. Nem is kell másik. Ha Vigyinen játszik éppen, akkor ott vannak. Persze, hát főleg a Fehérvár Győr ellentét miatt amúgy is. Az RBD ott van, és ők tényleg félelmetes. Tavaly kb. 6 pontot hoztak azzal, hogy a végén tényleg addig üvöltöttek, amíg valami történt a végjátékban, és nem vesztesen jöttünk ki ezekből a kikimeccsekből. Hát ami a légiósokat illeti, hogyha már a másik csapatoknál is szóba került, azért nekem a japán kislány egyelőre nagy rejtély. Ő rajta lehetett volna gyakorlatilag tényleg ilyen iskola példát bemutatni, hogy milyen lehet az, amikor valaki életében először találkozik egy bizonyos színvonallal, vagy egy bizonyos új iskolával, vagy egy bizonyos új tempóval. Tehát ez egy válogatott játékos, aki olimpiát megjárt, és nyilván a japán kézilabdában egy jó játékosnak számít, és olyan szinten nem tudta, milyen eseményen van, hogy szerintem nagyon kilógott a mezőnyből. Én azt gondolom, biztos, hogy ennél jobb lesz, nyilván volt ennek valamiféle lelki oka is. Hát nem szabad elfelejteni, nem szabad elfelejteni azt, hogy tényleg olimpián volt, utána nyilván valami pihenőt kapott, idejött, akkor ha jól tudom, akkor 10 nap karantén. Tehát neki azért van egy nagyjából egy hónapos lemaradása a többiekhez képest, ami mondjuk a 6 vagy 6 és fél hetes felkészülés, vagy a felkészülés eleje óta eltelt, mondjuk 9 hetet nézed, azt mondod, 4 hét kiesik, azért az nem kevés. Most jön az időszak, ugye most megint nem lesz majd mérkőzés, 3,5 hétig nem játszik az alba, amikor majd ezeket a hiányosságokat lehet szerintem majd pótolni. Ott egy nagy probléma van, hogy az a lánya japánon kívül nem beszél idegen nyelvet. Tehát, hogy még 40 másodperccel a vége előtt az edző elmondja, hogy mit szeretne az irányítótól, ő egyrészt megérti-e, illetőleg ő hogy adja tovább a többieknek. Tehát iszonyatos begyakorlottság szükséges, amihez viszont el kell tenni annak az időnek, ami még nem telt el. Tehát itt az igazolásnál
Én nem gondolnám, hogy decemberre ne tudna addigra majd. Igen, csak most itt már a jelenben is kellett volna olyan meccs döntéseket hozni, amit nem ártott volna, hogyha megvan az a fajta. Meg a kommunikáció nagyon fontos. Tehát nem véletlenül vannak olyan klubok, jó a futballban, vagy világklubnál kiadják, hogy 3 hónapja van mindenkinek arra, hogy megoldja meg az öltöző nyelveit, mondjuk adott esetben spanyol vagy német. Itt ez nyilván más dimenzió, de az biztos, hogy egy irányítónak elengedhetetlen, hogy ne beszéljen egy világnyelvet legalább. Ha az adott ország nyelvét nem is tudja elsajátítani, mint hogy mi nem tudunk megtanulni spanyolul, vagy japánul különösen, ő neki a magyarral lenne nagyon nehéz dolga, de úgy gondolom, hogy angolul nem ártana, hogyha tudna beszélni. Segítene az eredményességbe, az biztos. Az biztos. Viszont van egy csapat, és a végére hagytuk a legjobbat, ugye a 4-ből 4-jel kezdő Volán. Ilyen még nem volt, legalábbis az osztrák hoki ligában, hogy így kezdett volna a Volán. Meg egyelőre úgy tűnik, hogy az osztrák hoki liga nem az osztrákokhoz szól. Finoman fogalmazva sem. De nyilván ez majd változik, és majd előbb-utóbb a Volánnál is becsúszik majd egy vereség, mert azért nehezen elképzelhető, hogy ezt a szezon 100%-os teljesítménnyel lehozzuk, bár óriásit szólna, az biztos, de hát ez eddig egészen elképesztően parádés, hogy ráadásul egy bécsi túrával, mert azt mondja, a Filakot megvered 2-szer, meg a Valpusztériát, mint újoncot, de azt, hogy Bécsben tudtunk nyerni, az szerintem egészen elképesztő, és tényleg megmutatja, hogy ez a sorozat, ez nem annak szó, hogy tényleg 2-szer a Filak meg a Valpusztéria, hanem itt a mögött tényleg van teljesítmény. Hát főleg, hogy azért az sem magától értetődő az előző sok szezon alapján, mondjuk 2-szer megversz egy Filakot. Tehát szerintem nagyon kevés olyan szezon volt, amikor mondjuk egy adott csapat ellen mind a 2 hazai meccsét megnyerte a Volán. Általában inkább az ilyen alsóbb kategóriás csapatokra volt ez igaz, hiszen jellemző, ha már a Bécset mondjuk, Bécsben is gyakorlatilag hagyományosan nyerünk egy meccset, hogy a következőn kapjunk 9-et vagy 8-at, ugyanez Salzburgban, és ezek a csapatok itt is. Tehát ebben a nagyon kiegyensúlyozott ligában nem is mindig ér annyit a hazai jég. Az, hogy most itt 3-at nyert a Fehérvár itthon, az például egyáltalán nem magától értetődő szerintem, és mindenképpen dicséretes. Igen, nekem is ez a bécsi meccs mutatta meg, ahol nem csak hogy Bécsben és az egyik bár a szezont elég pocsékú kezdő ellenfél ellen, hanem hogy utolsó harmadban hátránnyal belemenve és 3 gólt ütve, tehát -2-ről fordítva tudott nyerni a csapat. Ez mutatja, hogy tényleg lélektanilag is most nagyon-nagyon felül vagyunk a hullámvasúton. Hát reméljük megmarad. Itt most tényleg úgy tűnik, hogy a légiósokkal is sikerült belenyúlni, finkapustól kezdve tényleg a bekkeken át a befejező emberekig, és hát egyelőre úgy tűnik, hogy az edzőváltás is ül. De hát azért itt is ugye 4 forduló telt el egy borzasztóan hosszú szezonból még csak. Itt az osztrákok pokoli gyenge kezdése, tehát a rekordbajnoktól elkezdve tényleg a mindig erős Bécs, de a többiek is nagyon maguk alatt teljesítenek. A tavalyi szezon volt, aki azt mondta, hogy az osztrákoknál nagyon jelentős a jegybevétel, és miután nem mehet néző, ezért viszonylag olcsó csapatokat állítanak, és most is azt érzem rajtuk, hogy ők még nem nyúltak bele a kasszába, szerintem kivárnak, és ha látják a viszonyokat, hogy a pandémia nem okoz gondot, az osztrákoknál mindig benne van, hogy határt zárnak, szigorítanak, zárkapus meccs, megállítanak bajnokságot, tehát ha az osztrák is érzi azt szerintem majd, hogy itt minden rendben van, és a világ ugyanúgy megy tovább, ahogy szeretnénk, elképzelhető, hogy ők is elkezdenek erősíteni, mert azért nem gondolom, hogy ezek a kultikus csapatok megengednék azt, hogy a tabella alján szerénykedjenek, de az biztos, amit a Volán eddig produkált, az tényleg elképesztő. Ugye most 4 meccsre ezelőttre menjünk vissza, ugye a szezon kezdetére akkor olyan nyilatkozatok voltak, hogy hát az első 2 meccs, ugye hiszen pénteken, szombaton játszottak, és arról szóltak a nyilatkozatok, hogy hát minden meccsre úgy megyünk ki, szokás szerint nyerni szeretnénk, de azért az első 2 mérkőzés arról szól, hogy hát meglátjuk, hogy mit lehet ebből kihozni. Hát ahhoz képest ez a széria elég erősen meglendült, és itt megint visszatérhetünk egy kicsit szerintem az edzőzésre is, hogy talán ez azért is van, mert most tényleg találtak valaki olyat, akire, mert ugye a felkészülés során az összes játékos azt nyilatkozta, illetve akikkel én beszéltem, hogy nagyon meg akarják most mutatni az edzőbának, hogy ők mit tudnak. Talán ez a lendület viszi őket előre folyamatosan, vagy pedig az edzői instrukciókkal találkozott. Igen, ugye edzőztem már a foci kapcsán, szerintem egy nagyon fontos fokmérője egy edző munkásságának, hogy az adott csapat mennyivel tud jobb lenni általa.
És ugye Kevin Constantine egy olyan edző, aki megkapta már azt a díjat Amerikában, hogy a legtöbbet fejlődő csapat edzője, kvázi az az edző, aki a legtöbbet tudott emelni egy NHL klubnak a színvonalán, eredményén. Nyilván, ha itt olyan játékosok, akár leginkább a fiatalok, akik még nem szerepeltek ilyen szinten, vagy nem ilyen edzővel dolgoztak, még pluszban jobbak tudnak lenni, hát arról nem is beszélve, hogy egy Hári vagy egy Bartol is tud jobb lenni, az rettenetesen sokat emel az összképen is. Úgy tűnik, hogy Constantine ezt tudja, és hogy nagyon jól nyúlt ehhez a csapathoz. Csak ugye az a kérdés, hogy lesz-e annyira jó edző, hogy majd az új csarnokban is esetleg az ő nevével fejeződjön be a lőlap, ugye ott alul van az edzőnek a neve. Ugye hát akkor nagyon kevés már a műsoridőnk, de hogy hát úgy tűnik, hogy végre, amiről minden évben beszélünk, minden évben szerintem többször föltettük már a kérdést, akár mikrofonnal, diktafonnal, vagy csak úgy futtában, már idén elkezdődhet a multifunkcionális jégcsarnoknak az építése. Mit szóltok? Az óriási router, ahogy jellemezték, ugye a látványtervek alapján tényleg, mint hogyha sarokban álló router lenne. Hát nagyon régi nóta ez már, és nyilván a szurkolóknak egy óriási ajándék lesz, hogyha tényleg majd az új csarnokba mehetnek, és nem a betonlépcsőkön kell adott esetben a lábnyommal lefoglalt, 10 évvel ezelőtt lefoglalt helyen szorongani, meg Józsinak biztosítani, hogy ott állhasson mellettem. Tényleg megérdemli a csapat, hogy mai körülmények között játszhasson. Hát nagyon sok minden elvinné más irányba a beszélgetés, hogyha mindent mondanék. Maradjunk a csarnok, ez egy dolog, hogy megépítik, ugye, és erről már többször beszéltünk mi is, hogy ez egy dolog, hogy megépítik, nagyon fontos feladata lesz az üzemeltető cégnek, hogy maximális, vagy maximális körüli kihasználtságon menjen a csarnok, mert a mi elképzelésünk szerint jó helyen van, tehát Budapesthez közel, autópályához közel, európai mértékkel nézve repülőtérhez közel, és most nem a Burgundyről beszélek, hanem Ferihegy. Ferihegy is tulajdonképpen 1 óra, 1,5 óra autóútra van, tehát jó helyen van. Tehát az, hogy lesz benne egy szezonban mondjuk 25 darab jégkorom mérkőzés, az egy dolog, de hát 365 napból áll az év. Legalább lehet most már Omega koncert, még Kóbor János szilveszterenként itt futballozik, megnézi, hogy focizom én is, de igazából én nagy mellékszál vagyok, tehát igazából engem csak cipelnek. Azt mondom, eddig is volt miért lejönni a Fehérvárra, és ezután meg pláne lesz. Ő mondta azt, hogy ők 5000 alatt nem vállalnak koncertet, elmennek a Veszprém Arénába, kicsit zárt a lehetőség, azt mondta az Arév csarnok 2500 nézőjét nem jönnek le hangosítással, azzal a stábbal, azzal a kamion mennyiséggel. Tehát ilyen szempontból egy 5000-es csarnok úgy gondolom, hogy reális. Hoki meccsen nem gondolom, hogy leszünk valaha is 6000-en, elődöntőben talán, de az biztos, ha már egyszer épül egy csarnok, akkor az tényleg olyan legyen. Az első meccsen leszünk? 6000-et találom egy picit soknak, így, hogy azért azt be kell fűteni, tehát ott azért arányaiban egy 6000-es csarnok azért lényegesen drágább a felépítése, meg a fenntartása is mondjuk mint egy 4500-asnak, de ha már van, akkor valóban azt mondom, hogy világversenyt is akár B-csarnoknak. Tehát nagyon sokszor volt az, hogy hoki VB-t például azért építették tovább a bécsi csarnokot 4500-ről 6000-re, és akkor van a bécsi Stadthalle 11000-es, ott a jégkészítőgép mindig rossz, de Bécs így tudta elvinni az A-csoportos VB-t, volt a Stadthalle, és volt az Albert Schultz Halle, ami a bécsi hokisornak az otthona, és aztán így volt például 10500-as a pozsonyi csarnok, de 8500-as a Kassa. Oké, de mi mindig a hokiról beszélünk. De ez hogy... a csarnok, tehát azért 6000-es nagy valószínűséggel, mert a BS-sel együtt már lehet A-csoportos VB akkora. Kézilabdán lesz a 22000-es nagycsarnok, hozzáépül a Szeged, a Veszprémet nem bővítik, de lassan átadják a Tatabányát. Tehát azt mondom, hogy így párban komoly A-csoportos extra VB-ket is szervezhetünk, lehet szuperkoncertet is akár, az biztos, hogy ez még azért hiányzik ebből a városból, és tehát én is nagyon örülök, hogyha elkészül valóban. Tehát most már úgy tűnik, hogy valóban lesz. Eddig mindig úgy gondoltam, hogy ígéret, de aztán elsikkad, de ez most már konkrétum. Hát egy-egy aspektus tényleg csak egy jelzés erejéig föl dobnék, hogy mindig téma, amikor egy új létesítmény készül, ugye az elnevezés, és azt gondolom, hogy itt Fehérváron ez mondjuk egy jégcsarnok esetében nem lehet kérdés. Akkor sem, hogyha a jelenlegi jégcsarnokot nézzük,
ami ugye a fehérvári és a magyar hoki legendájának a nevét viseli. De én azt gondolom, hogy ha elhagyjuk azt a bizonyos korjelzőt a név elől, akkor két embernek is egy végtelen nagy tisztelgés lenne azok előtt, akiknek nincs fehérvári jégkorong. Úgyhogy én abba bízom nagyon, hogy egyszer majd tényleg az Ocskai Gábor nevet fogja ez a jégcsarnok viselni, ha már itt van Fehérvárom. És ez megérne egy külön műsor vagy műsor részt, hogy egyébként meg nyilván a pénzügyi világ és a gazdasági érdekek mit mondanak, mert nyilván egy ekkora csarnokot, ami működik is, és sok rendezvény lesz benne, reméljük, azt annak a névadói jogát azért jó pénzért lehet értékesíteni. Lásd, ugye az Üllői úton is lebontották az Albert stadiont, és épült helyette, hogy a nagy biztosítóról elnevezett... Nem érted, a legendás Ferencvárosi Légi Franz Gruppamáról van elnevezve. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok önöknek, köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a köztér, kezdőkör, a köztér is lesz majd a héten, de kezdőkör majd egy hét múlva lesz itt legközelebb a Fehérvár televízióban, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra!